Fiatalokról szeretnék beszélni. Azért a fiatalokról, mert fontosak. És olyan fiatalokról, akik építészmérnöknek készülnek, vagy építészmérnöknek készültek. Több mint 25 éve a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Műegyetemen, az építészmérnöki karon oktatok, és úgy alakult, hogy minden fél évben van első éves órám. Így mondhatom, hogy elég jól ismerem azt a generációt, aki így az építészkaron keresztül került be a szakmába, vagy akár azokat is, akik valami más pályán mozognak azóta. 2006-tól a bevezetés az építészetbe előadás sorozatot tartom, ami az első évfolyamnak egy ilyen általános építészeti kultúráról szóló sorozata, és ennek kötelező eleme egy otthoni feladat, amit mindenki teljesen önállóan kell, hogy elkészítsen, és tavaly úgy döntöttem, hogy készítek egy gyűjteményt az elmúlt 12 évben beadott anyagokból, mert számomra ez mindig egy nagy élményt, örömet jelentett látni, hogy mire képesek a mostani, vagy az akkori 18-20 éves fiatalok, hogy gondolkoznak az építészetről, még a gyerek és a felnőtt kor határán, akkor, amikor még igazából nincsenek komoly tanulmányaik erről az egészről. Szavak mögött címen jelent meg ez a gyűjtemény, ami mögött több mint 3000 hallgatói munka van. Egy nagyon behatárolt válogatást készítettem, egy internetes, szabadon elérhető felületre, a tanszéki honlapra, az Urbanisztika Tanszék honlapján keresztül és az issue-ra tettük föl. Bárki megnézheti ezt az anyagot. A feladat 2007-ben egy Paul Valéry idézettel indult, és igazából erre vártam a diákoktól személyes élményekre alapuló reflexiókat, és egy általuk szabad technikával összeállított tablót, aminek néhány formai kötöttsége volt a képek mennyiségére vagy a szöveg hosszára vonatkozóan. Aztán az évek folyamán a feladat is kicsit módosult, a forma is kicsit változott, a lényeg azonban nem. Az, hogy egy elsőre látszólag az építészettől távoli szó vagy gondolat, az hogy tud tovább vezetni egy konkrét építészeti helyzet felfedezése felé, és hogy egy fiatal, aki érdeklődik a környezete iránt, az hogy tudja ezt a feladatot belső igenléssel, szeretettel remélhetőleg a többség megcsinálni, és bemutatni a többieknek. A mai alkalomra itt a Mikrokozmoszban úgy gondolom, hogy egy ilyen gyűjteménynek helye lehet, és mivel az egész bemutatására nincs lehetőségem, egy újabb válogatást készítettem. Ahogy minden válogatás, ez is önkényes, minden évből egyetlen tablót fogok megmutatni. Röviden kommentelem 2020-ból ezeket, és egy-egy rövid idézetet olvasok fel a tablókról. Az elsővel 2007-ben járunk, építészek számára, a szakma számára nagyon jól ismert modern bérházat fedez fel a hallgató, és amire szeretném fölhívni a figyelmet, az a tipográfia, a tablónak a szerkesztése 2007-ben, amikor a többség még csak ezekkel a szoftverekkel ismerkedett, vagy akár a neveikkel ismerkedett, nem volt divat még a retro, nem volt divat még a lila szín. 2007-ben egy első éves ilyen tablót tudott már akkor csinálni. A szövegéből, hogy miért pont ez, a vízszintesekért, melyek irányt adnak útjainknak, a sarkokért, melyek otthonnal kecsegtetnek merőlegeseik mélyén. Következő évben még szintén a Valéry idézet volt a háttérben, és egy olyan tablót emelek ki Kecskemétről, ami a főtér felújításával foglalkozik. Számomra ez azért nagyon fontos, mert egy hallgató nem egy épületről készített egy tablót, hanem az építészetnek egy másik területét mutatta be, ami számára igenis fontos volt, a városának a főterét, azt az építészetet, ami nem feltétlenül új építéshez kötődik, hanem a meglévő környezet újraformálását mutatja. Azt írja, hogy számára ez a tér folyamatosan változó, magához hív és szóval tart, mindig befogadó. 2009-ben vagyunk a következővel.
a várba sétál a diák, 11 évvel ezelőtt, akkor, amikor még a Táncsics utcában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is működött, így ír, ódon hangulatot áraszt magából a fal, és minden szobor, dombormű, kézzel fogható, tapintható az idő. Az idő mentén haladva tovább, a következő tabló egy teljesen más jellegű, igazából építészek nélküli építészetre hívja fel a figyelmet, magára az építésnek a tetjére, nagymamájának a lakókörnyezetén keresztül, Terényben, egy kisfaluban, így ír, ami már öreg, azt felújítja, ha a fészer kicsi hozzátold, ha egy fa beteg kivágja, ha a kerítést átugorják, az őzek megmagasítja, amihez kell hozzányúl, de fölöslegesen semmivel nem gatyázik. Így öregszik és újul meg egyszerre a telek. Ritkán fordul az elő, hogy egy tablónál nem az összhatás, a képiség, a vizualitása az, ami megfogja elsődlegesen a nézőt, hanem a szöveg. Építész hallgatók között vagyunk, irodalmi értékű szöveggel ritkán, de lehet találkozni. Itt most egy ilyet mutatnék Kék Kúti tabló kapcsán. Körbe meg átsétáljuk a falut, nem ismer senki sem, sok oromfalas ház, nem tudtad, hogy ez a neve, elmondom neked, felnézel rám, nem is vagy ott. Nekünk ragyog a nyár, később elárulod, nem nekünk, csak úgy ragyogott. Nagyon fontos ezekben a feladatokban ez a fajta vállalt személyesség. Erre mindenkit ösztönöztem is, hogy ne jól ismert példákat, hanem a lakókörnyezetükből hozzák az általuk használt mindennapokból a mintákat. A következő lakótelepre vezet, Baján, az újvárosi lakótelepre. A szó megint nem az építészetben gyakran használt mátrixhoz kötődik. Így írja hallgató, a lakásban élők is részei egy mátrixnak, ugyanis minden ablakhoz hozzárendelhetjük az ott élőket is. Vagyis a ház mögött ott vannak az emberek. Még a szakma és a laikus lét határán ezek nagyon lényeges szempontok. Következő tabló kortárs akkor átadott épületet mutat, a celldömölki Kemenesi Vulkánparknak a házát, amiről írja, hogy a kietlen bazaltfensíkon álló ház elemi erővel uralja a tájat, akár csak a tanúhegy magányosan emelkedik ki az őt körülvevő síkból. A következő épület szintén kortársház, a vertikalitással szemben a horizontalitást hangsúlyozza, a természetközeliséget, a látságot, Szovátai Tivoli strandépület. A ház az erdő hangjának, a sóhegyek éles rezgésének térbeli, megfagyott dallama. Ugye itt a dallam szó volt, amit a hallgató választott, a szavakat sem soha én adtam, hanem kaptak egy palettát, amiből a saját környezetük és érzéseik alapján kellett a számukra leginkább inspiratívat megtalálni. 2015-nél tartunk már, törés szót választott a hallgató, és miről ír a Buli negyedben lévő Kisdiófa utcáról, az akkori átalakulási folyamatokról, a bontásokról, a hiányérzetéről, nagyon erőteljes hangulatot közvetít ez a fiatal által készített tabló. A szövege azonban szinte szakmailag professzionális, így ír, merre van előre, ingatlanfejlesztés, közösségi terek, közösségi tervezés, zöld terület, közösségi kert, kulturális események, társadalmi változások, fenntartható városfejlesztés. Mintha egy profi beszélne napjainkban. Nem messze a Kisdiófa utcától kifutó szó kapcsán került elő az Erzsébet téri buszpályaudvar, és itt ezekkel a tablókkal most egy másik irányra térünk egy kicsit át, azokra a személyes élményekre, amik valószínűleg ezeknek a fiataloknak a számára meghatározóak voltak, amitől építésznek jelentkeztek, és elkezdték a tanulmányaikat. Ez a diák a Design hetet, a Design Terminál akkori szerepét emeli ki, ami évről évre megrendezésre került, valószínűleg ő is a látogatók között volt, még gimnazistaként, tehát érintett. Ugyanúgy, ahogy a következő győri tabló, amelyik a felújított Rómer házat mutatja be, ahova fiatalként járhatott, meg azóta is, a ház kultikus szerepet tölt be a győri ifjúság életében, egy sokszínű szellemi bázis írja ezt egy évvel később. A 2018-as tabló, amivel ezt a feladat sort és magát a gyűjteményt is időben lezártam,
a csend szóra készült. Nagyon sok tabló mutatja be a volt gimnáziumnak az épületét, a környezetét, egy részletét. Ugye mindent elvileg mondhatjuk, hogy minden szó mögé be tudunk vonni, de a csendről ritkán jut az ember eszébe egy iskola épület. Itt egy kiváló tablón mutatódik be úgy az Ötvös Gimnázium, ahogy általában ritkán, ahogy általában nem gondolunk rá, és így ír róla, az üres iskolában a csend lett nagyon hangos. Most 2020-ban ezt a csendet érezzük mindenhol, minden iskolában. Sok esetben a fiatalok meg a közeg egyfajta csendbe burkolódzik, de remélhetőleg a háttérben dübörögnek hangok, amik előre tudnak törni, és meg tudják azt mutatni, hogy az építészek ilyenek is lehetnének, és hogy nem kizárólag az épített környezetnek a kérdései, hanem a társadalmiak is izgatják őket.